A 7. országos csokoládé fesztivált augusztus 22 és 24 között szervezték meg Szerencsén. Az idén 4 színpadon várták az érdeklődőket színvonalas koncertekkel, gazdag kulturális és szabadidős programokkal. A nagy színpadot a Rákóczi úton, a polgármesteri hivatal mellett helyezték el, ahol pénteken, szombaton és vasárnap ezrek szórakoztak hajnalig a neves előadók koncertjein. Hétfő reggel kitaposott virágok, letaposott fű fogadta a járókelőket Szerencsén a polgármesteri hivatal előtt, jelezve azt, hogy véget ért a 3 napos fesztivál. A Rákóczi vár kertjében is hasonló kép tárult a látogatók elé a fesztivál utáni napokban. A helyiek közül televíziunk szerkesztőségét is felkeresték, hogy tekintsük meg a rombolást. Nagy területeken kitaposott fű, a levágott faágak, megcsonkított fák, aszfalttörmelékekkel betömött lyukak díszelektek a történelmi várkertben, amire legalább annyira büszkék vagyunk, mint a fesztiválra. A tavirózsákkal és különböző vízi növényekkel díszített tóban a rendezvény után feleslegessé vált műanyag palackok úszkáltak még szerdán is a víz tetején. Az előző önkormányzat még 2006-ban döntött a Szerencsi Rákóczi vár kertjének felújításáról. A munkálatokat 2006. novemberében kezdődtek meg a parkban. Sikeres pályázat eredményeként 42 millió forintot fordítottak a kert rendezésére, sétányok építésére, növények ültetésére. Az igényesen elkészített parkban szívesen sétálnak helyiek és a turisták, többen választják a pihenés helyszínéül a Rákóczi vár kertjét. A felújítást követően 2-3 évig nem engedi a parkban rendezvényeket, sőt, még a kutyákat is kitiltották a közösségi térről, a látogatást pedig nyitva tartással szabályozták. Az utóbbi 4 évben azonban megváltoztak a szabályok, így a belső és külső várudvar mellett a kert is a rendezvények helyszínévé vált. Örülnünk kell annak, hogy legalább a csokoládé fesztiválra ellátogatnak hozzánk a turisták, azonban a szervezőknek gondoskodniuk szükséges a rendezvény megfelelő helyszínéről. Talán alkalmas lehet erre a célra a piac tér és környéke a Bajcsi-Zsilinszki és Huszárvár utakkal, a külső és belső vár udvarral és a Rákóczi úttal határolt terület. Így a várkert megóvható lenne a pusztulástól, és esőt követően nem kellene dagonyázniuk a vendégeknek a sárban.